Üdv az Old School Garage-ben, Boris vagyok, kint vagyok a Csirketelepen. Rendezvény háromnapos, Tony, meghívott nagyon sok embert, itt van Amigo, Retro Ernő, Gehill, Uz Garage, mindenki itt van, Tóninak ugye a jól ismert rábája is. Úgyhogy menjünk, nézzünk körbe, elég sokan vannak, sőt, nagyon sokan vannak, mert ha megnézzük, ott is állnak az autók folyamatosan, úgyhogy nagyon sok autó van, nézzünk körbe. Na nézzük meg, mivel jött ki ide a jó nép, ide a találkozóra. Van itt minden, van itt mindenféle autó. Tehát Ladától a Rábáig, az Icarus buszig minden van. Még ugrálóvár is van a fiatalabbaknak. De hát igazából itt azért nagyon szép autócsodák is vannak. Egyedi festés a motorháztetőn a 2106-oson. De vannak mindenféle szép járgányok is. A kis Trabant. Szépen lecsapva a földre, nagyon jól néz ki. Bagi is itt van. Nagyon pofás kis autó, megcsinálva szépen, lánckerék, benne a régi fajta órával, nagyon szuperül néz ki. Álló lámpás merci. De van itt más is. Sierra. Aki ismeri külföldön, ugye ennek nagyon nagy kultusza volt az autóversenyzésben. Itthon természetesen itt vannak a Ladák, 2107, 2105. Van itt egy gyönyörű szép Trabant is. És itt van róla több információ is. Utolsó száz egyike? Tiétek a Trabi? Igen. Szia Boris, Old School Garage. Császár Péter. És hogy ő az utolsó száz darab, ami legördült az autóból? Amit utoljára kiadott a gyár, mert hát egyébként is a végén készültek. Körülbelül 500 darabot exportáltak Törökországba. Igen. Isztambulba kirakták a kikötőbe, viszont aki oda rendelte, az a cég csődbe vett. És a kikötőbe álltak 91-től 95-ig, 94-ig. Ez az 500, körülbelül 500 darab Trabant, és akkor már megelégelték a törökök is. Ott foglalják a helyet, szóltak a németeknek. Németország addigra már egyesült, már nagy Németország, vagy egyesült Németország volt, és akkor beleegyeztek, hogy jó, akkor hozzátok vissza hajóval vissza, mert postokig az 500 Trabant leszették, le kellett vámoltatni, mert már addigra Európai Igen. Unió lett, stb. Itt vannak a papírja, minden papírja megvan, még a vámpapírja is. És gondolkodtak, hogy mi legyen vele ezzel a sok autóval, de már 95-öt írtunk, tehát már 4 éve leállt a gyártása. És akkor úgy döntöttek, hogy egy kicsit felspécizik, ilyen bőrszerű üléseket tesznek bele, katalizátort ugye már az EU-s szabályok miatt, blokkútrádiót, meg ilyesmiket raktak bele, és akkor kiadták, hogy ott valahogy látszik majd a lapon is, hogy egy utolsó 444 darab állt végül is össze, ami nem rohadt szét teljesen, meg meg tudtak menteni ebből a kontingensben úgymond, és akkor kiadták, hogy az utolsó 444 Trabant egyike. Szuper! Úgyhogy örülök neki, hogy ilyen. Köszönöm szépen! Nem szívesen! Szervusz! Ilyen. Na nézzük tovább itt az autókat. Warburg, Trabantok. Merci, régi Toyota. Ladák sorban. Négy ütemű Trabi. Már egy kicsit újabb generációs merci, picit újabb Audi. Közben itt a háttérben megy az őrület. Durván por van, úgyhogy király. Na hát itt a úgynevezett Boneyardban minden van itt hátul. Itt azért a már a fa is kinőtt a rábából kategória van. El sem lehet mondani, annyi minden van itt egyébként Tóninál. Mindenféle teherautó, Icarus busz. Sőt, ott van egy kis katonai, mi az, Volvo? Nézzed már! Mindenféle kis katonai jármű is van itt egyébként. Erről nem is beszélve, egy kis összkerekes Volvo. Hát igen. Ezzel is még van foglalkozni való, de tök jó. Nem is láttam még ilyet. De biztos van köztetek olyan, aki már látott ilyet. Úgyhogy itt Icarus buszoktól kezdve végig. Yeah, yeah. Mm-hmm.
Hát itt is már benőtt a növény. Bejövünk itt az egyik csarnokba. Esetleg még nem láttátok volna, de a Miskolci veterán autón is kint voltak Tóniék, ezzel az autóval ott találkoztunk velük. Hát na, itt aztán lehetne rendezni zsibvásárt, van minden. Tehát itt olyan mennyiségű alkatrész van bent, ami elmondhatatlan. Hó, Moszkvics. Na, Moszkvics, 124-es merci, ott hátul is van valami teherautó. Honda motorkerékpár itt szétszedve. Hő. Őszintén szólva nem is lehet látni, hogy mi van bent ott hátul. Nem tudom, hogy minek a motorja, de ti biztos jobban tudjátok. Van, ami le van takarva, van, ami biztos jobb állapotú dolog, azért van letakarva. Négyes Escort. Trabik. Van bent Zsiguli. Van, amiről azt sem tudjuk, hogy mi az, ez ilyen golfszerűnek tűnik. Régi Merci, ponton szerintem. Igen. Be se lehet járni, annyi mindent lehet itt egyébként látni bent. Legalább egy kicsit letöröljük az autót is, hogy közben bejövünk közte. Van itt bogár, barkasz. Hát, megpróbálok bejutni oda, nem szeretnék semmit fellögni Tóninál azért. Elég nagy a por. Látszik, hogy itt mindenki emléket csinált már, mert le van minden. Aha, van itt még egy aró is. Van itt még egy aró is. Hát igazából be se lehet jutni. Tehát innen nézve hátulról azért nem rossz a látvány. Sokan vannak, és már mindenki rakja ki a különböző dolgokat. Úgyhogy mindjárt folytkövő, és menjünk a második csarnokba. Na, a csarnokból kijöttünk, úgyhogy most már... Van itt mindenféle más dolog is, traktor, rossz állapotban, állólámpás kupé, 250C automata. Hoztak ki a fiatal emberek motorokat is, mindenhova. Meg persze hát van itt tank is. Mondjuk ez háborús helyzetben mindig előny, főleg ebben a nagy vészhelyzetben, amiben mi vagyunk, hogy van tank. Úgyhogy van, aki a fiatal korát idézi fel ezzel, aki felmászik. És amikor fiatal volt, biztos vékonyabb volt a kedves úriember is, akkor még könnyebben belefért. Már most ehhez kisebb voltál? Fiatal korom egész pici voltam. Meg alacsonyabb is. És csak tejet öttem egy fél évig. Hát igen, volt, aki még akkor befért, sokkal jobban ebbe a dologba. Na, itt vagyunk a Csirketelep főszervezőjével, Tónival. Tónikám, milyen a rendezvény? Nagyon sokan vagyunk, nagyon meleg van, nagyon fasza idő van. Közben itt megy a buli. Igen, elvittek egy buminőt egy körre, de ami az érdekességképpen, itt belefutottunk egy emberbe. Én szerintem ez az ember legalább olyan érdekes, mint én. Úgyhogy most én még intézem a dolgomat, átadom a szót. Szia! Én elhoztam azt a Ford T-modellt, amivel az E130-as videóban lehet megtalálni. A Tóni tavaly lefilmezte ott nálam Balatonba. Ott volt. És most a végig a sorban, akkor megtalálod a buszok nála. Láttam, amikor leraktátok, csak így a távolból láttam. Ugyanaz autó. Meg még majd hozunk egy másikat, csak most nem tudtuk hirtelen, hogy meddig tartod? Ma meg holnap is vagy? Ma meg holnap. Holnap sátorbontás van, ugye ma van ugye a főnapja. Egyébként Boris, szia, Old School Gerics. Akkor te vagy a modellt, és közben itt a háttérben, amíg mi itt riportozom, viszik a kuminőt folyamatosan, tehát itt azért egész jó a hangulat. Tehát azért ez határtalan élmény van. Megy a zene, megy a sör, megy a kuminő. Lehet, hogy még az a guminő este használva is lesz. Nem kizárt. Jó, kizárt. Majd találkozunk még akkor később, majd Tónival, majd csinálunk valamit. Köszönöm szépen. Szervusz. Szia. Hello.
Na hát, mindenkit el van foglalva, hogy nem annyira egyszerű itt riportot csinálni, senkivel sem vagy beszélgetni. Közben ott a háttérben azt a iszonyatos nagy por az az, hogy veretik kint a kamionok. Úgyhogy az elég baba. Úgyhogy nagyon jó. Sziasztok! Mr. Amigo, itt van! Sziasztok! Megjöttem, én is tegnap jöttünk. Kicsit így hosszú volt az éjszaka, mert fél négyig át voltunk. Iszakadtunk, egy kis csapatépítés volt. Csapatépítés volt? Csapatépítés, de nagyon kegyetlen volt, úgyhogy... És a csapat megmaradt? Nem, szétszélettünk. Ott is vannak, látod. Valaki de... már nem bírja a tegnapi rangot, meg a mai. Van, aki már izé, alszik. Így van, így van. Jó csapatépítés volt. Egy kicsit behúztunk, úgyhogy fáradtak vagyunk, egy kicsit elmostuk saját magunkat, de hát ez van. Igen, és egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon fúj a szél, lehet, hogy itt vihar is lesz. Nagyon vihar szétem, mert persze mondták, hogy Pesten másik az eső. A parti. A parti. Így van, parti járat. Hely, mobil parti hely. Beindult? Nem szükség, ez most írgatja fel. Nem még azért ezzel is lesz egy pár munkaóra. Lesz. De nem baj, nagy az elszántság benne. Ez de az a lényeg, az, meg jobb is ezeket megmenteni, amennyire csak meg lehet. Így van. Te hány ilyen rábát vezettél eddig? Nem férek be. Nem férsz be? Tóni mondta egyszer, hogy álljék el a... Igen, hátulban. Jó, babát vezettem már, ja, igen. Odaférek. De a másik babát, hasonló. Nem mondom, jól van akkor. Komolyan? Nem fértem el. Milyen féle kamionosokra tervezték ezt, ilyen picikre? Nem tudom, úgy mint a mai világban, tudod. Hát a kamionosok ilyen nagy állatok mindig. Hát igen, azért én sem vagyok alacsony, de azért Mr. Amigo egy picit magasabb tőlem, ja, azért. Ja, és tudjátok képzelni, négy kézből vagyok ugyanekkor állattal, mint én. Azért azt hagyjuk. Éppen beférünk a fülkébe. Az igen. Úgyhogy, hát szépek ezek, meg vannak csinálva. Mert meg. Kéne csinálni egy ilyen versenyt, tudod, hogy traktor húzó, bármint egymással hát a fordítva, ilyen dolgok. És akkor dupla húzós, meg a bogi is, hogy melyik az erősebb. Vágod meg, melyik. Én nem vagyok így benne ennyire. Hát, a bogis van látszódik, fent van a kereke, tudod? Ja, igen. Ez is bogis, nézd. Látod? Nézzük meg, hogy mit kell nézni, hogyha esetleg valaki nem szakértő a kamionokban, mint én is például. Ez a kerékhajt. Igen? Ez meg csak a súlyt terheli, erre lehet terheli, hogy többet haza. Látod? De mikor üresen van, akkor ez felemeli magát, hogy ne kopjon a gumi. Ne használódjon. De viszont menjünk arra, ott van egy dupla húzós. Tiszta porra nózim is. Vagy vérzel? Vérzel szerintem. Ez van dupla húzós. Látod? Ez már többet fog, nagyobbat fog. Ez már elég komoly azért. Most mennyire ritkán nózik is. Nagyon ritkák. A legtöbbet ugye elhasználták, meg eldobálták őket. Így van. És el tudok képzelni, hogy egy nyerges elindult így. Dupla húzóval, vagy elindult csak simán egy tengelyen. Persze, hát azért ez elég komoly szerkezet. Azért kíváncsi vagyok, hogy régebben hogy mentek ezek ki Oroszországba, meg Kazasztánba. De végignéztem volna az akkori sofőrök. Én múltkor láttam egy fotót, szerintem pont a ti oldalatokon, a IFA pótkocsival Rover. Doverben a Whitecliff-nél, aha, kint volt, fehér szikláknál. És akkor így néztem, hogy nem is hálófülkés volt. Úristen. Így néztem, hogy mondom, gyerekek, tehát amikor az emberek azt hiszik most, hogy ti nagy dolgokat csináltok, ez semmi ahhoz képest. Tehát egy ifával, póttal kimenni Angliába, hálófülke nélkül. Nem, teljesen más az most már előre, hát az már perces. Azért egy ifába végigveretni, főleg nyáron mondjuk. Szép mély hátad, látod, hány idősofőr van, aki már húzza a lábát, húzza a hátát. Persze, nem véletlenül, mert ugye a kényelmiteknek egy kicsit más volt. Jó.
jól van, király. 2103-2106. Igen. Lada gyártás itt meg is állt. Jó, azok is szépek. Hetes is szép. Hát nekem a 2103, nekem az. Az a favorit. Igen, az a hűtőrács. Azért ez a fajta hűtőrács megcsinálva valahogy. Az is szép, de ez valahogy... Ez más. De kinek mi? Ennyi. Tudom, hogy nem nagy a különbség, de mindig azok az apró dolgok adják meg a nagy különbséget. Hát de dolgok. Sok apró dolog. Szocialista autókat hoztak ki. Remélem a szél miatt hallható lesz egyébként, amit beszélünk. Sok szocialista autó van, van azért egy mini is itt. És a miniben van még egy mini-mini is. Trabantosokkal beszélgettem, az... Igen. Az igen, de jól néz ki ez a Trabi. A Trabi az nagyon jó, a Dr. Peppers. Nagyon szép. Sierra. Ott a Barkas. A Barkaszt is már néztem. Igen, nézted? Néztem. Nagyon szép, nagyon szép. Azért jó látni, amikor más... Igen, nagyon jó látni. Csíptuk a vérét, ne tudd meg. Igen. Baszogattuk, hogy nem csinált rajta semmit, szégyelje magát. Még pálinkát sem akart adni, de adottam, hogy kínált. Gyertek este, ígyatok pálinkát, tudod, csak visszautasítottam, mert már sokadik volt. De azért vészhívást megkaptam. Hát persze. Nézd meg, gyönyörűen felújították neki. Így van. Tehát azért mindig jó látni, amikor más beleteszi a munkát, és te csak élvezed, nem? Így van. Nézzem én szépen. Tehát azért... Most azért támogatni nem fogjuk az embereket ezzel kapcsolatban, hogyha valaki más csinálja a munkát, de tényleg gyönyörű ez az autó. Ez tehát a legszebb része amúgy. Az Amigo. Így van. Nagy Kátai, az is fasza. Igen, nagyon szép rajta, hátul is ugye. Ja, és itt aludtak rajta, sátorban kívülre. Igen? Aha. Kicsit recseg, ropog, de hát majd valaki... Súlyom alatt, ne csodálkozzál! De úgyis mindig van valaki, aki megcsinálja, aki nem. Én is húztam őket nagy kártán, feltettem én is az Audimra, legyen csak rajta. Aki tudunk, reklámozunk, tudod, hogy van ez. Persze. Neked van gazicád? Ne van, persze. Támogat. Nincs nálam, hanem az én autóm majd. Jó, hogy tudom, sorsa jössz. Bezzeg, én adtam már neked mindig, hogy 10. Nem beszélünk. Igen? Nem 10 volt? Nem. Nekem annyi jött nincs. De csak azért, mert nem kaptam tőled. Majd küldök neked. Kedves nézőink, nagyon... Köszönjük, hogy néztetek itt a csirketelepről. Hamarosan mi bontjuk a sátrat, mert nagyon úgy néz ki, nagyon fúj a szél, nagyon, a vihar, nagyon... olyan fáradtak vagyunk. Csak az, hogy nem értettek, Igen, akkor nem annyira pozitív lenne, nem annyira pozitív lenne ez a rosszabb majdalom. Rosszabb sikerülne a videó, vagy holnap kameráznánk, tudod. Persze, akkor ki lenne hagyva az egész. Akkor csak fényképes videó lenne, úgyhogy köszönjük, hogy néztetek. Ne felejtsétek el követni Mr. Amigót is. Ne felejtsetek el feliratkozni. Így van, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, aztán hamarosan jelentkezünk. Akár lehet, hogy együtt is. Hála a legnagyobb csoport lett az országban, viszont legtöbb megosztás, legtöbb forgalom várunkban. Látjátok? Azért ezt jó hallani. Így van. Mr. Amigo. Mi is köszönjük, hogy néztetek. Sziasztok, üdv a csirketelepről. Sziasztok, hello.